600 személyre fő a babgulyás ezen a rendezvényen. Köztudott, hogy a turisztikai szezonban bonyolítják le a legnagyobb forgalmat a vendéglátósok. Nyáron a szabadtéri rendezvényeken, fesztiválokon is főznek. Már ha van, aki főzzön. Szoboszlai Gyula mesterszakács azt mondta, a magasabb fizetés miatt sok szakember dolgozik inkább külföldön. Ez egy olyan összetett kérdés, mert azt látjuk, hogy itt mennyi pénzt lehet keresni. Mennyi pénzt lehet kint keresni, de soha nem teszi senki figyelembe, hogy mennyi munkával és milyen munkával lehet több pénzt keresni. Ugye itt, ha valakinek mosogatni kell, akkor húzza a száját. És a fiatal szakács ki fog menni, úgy sem mást, csak mosogatni. Ebben a szállodai étteremben nem csak a szaktudás, hanem a nyelvismeret is fontos. Itt azt mondták, folyamatosan küldik továbbképzésekre munkatársaikat azért, hogy a vendégek igényeinek megfeleljenek. Az idegen nyelv és tulajdonképpen a folyamatos továbbképzés, tehát a folyamatos képzés, az újdonságokkal való megismerkedés, akár interneten, akár könyvben, illetve egy tapasztalat csere egy másik szakemberrel, akár kiállítások, rendezvényeken való szakmai titkok ellesei. A megkérdezett szakemberek azt mondták, szívesen látnak tanulókat éttermeikben. Ha a fiatalok náluk szerzik meg a gyakorlati tudást, akkor nagyobb eséllyel maradnak helyben a végzés után is. A magasabb külföldi bérek azonban még mindig nagyon csábítóak. Számítások szerint nettó 150-200 ezer forint különbség van a hazai és a nyugat-európai havi fizetések között ezekben a szakmákban.